Kródi Gyula, Téli Szelek Ma levelet kaptam otthonról. Az édesanyám írja, hogy a vencsellői kéményseprőt a Szent Karácsony hetében megették a farkasok az országúton. Fagyos téli szelek süvöltöznek a nyírben, és az országutakon farkasok leskelődnek a vándorokra. Ez már a tél. Valósággal érzem az ünnepi kalács friss illatát, és szép havakat látok, amikor ím a szegény kéményseprő szomorúság teljes halála foglalkoztatja az elmémet. Hát még van tél. Ha bár én évek óta nem láttam igazi telet, és hogy elszakadtam a szülőföldemtől ebbe a kővárosba, azt hittem, hogy azok a szép nagy fehér havak, amik susogva ereszkednek le az angyalok országából, már csak a múlt édes emlékei közé tartoznak a vonatok nem repkednek be többé. A farkasok pedig odafönn maradnak, most már örökre a máramarosi rengetegben, mert máshol tél nincsen. És lám, azt kell hallanom, hogy a szegény vencsellői kéményseprő, aki faluzva tölti életét, a tél áldozata lőn. A tél félelmetesen erős legény, tréfázni véle nem lehet, és csak a vicces újságok lapjain látható tél az a piros arcú, jókedvűen dörmögő öreg bácsi, aki fehér szakállán jégcsapokat hordoz. Valójában egy makacs, köszvényes, penzionált kapitány a tél, aki rossz indulatokkal és gyűlölettel van kibélelve, gyanakodó, komor és káromkodó, és főként haragszik azokra az apró diák fiúcskákra, akik karácsony hetében szánkóra ülnek és messzi-messzi városokból sietnek hazafelé az ünnepi időre, az édesanyjuk karjába. A török falvi pap pedig a jégen birkózik a farkassal. Az emlékezés ködén át hatalmasnak és csoda erejűnek látom a török falvi papot. Béni tisztelendő azonban szerényen mosolyogna, ha ezt olvasná. Kis, fekete férfiú volt, igen lelkes szemekkel és igen szép bariton hanggal, de főként a gorombaságairól volt ő híres, amiért is a török falvi hívek papjuknak választották. Különben aranyszívű ember volt, aki kenet teljesen békítette a pörlekedő házastársakat, megkeresztelte az újszülötteket, és eltemette az úrban megtérőket, így végezvén papi hivatását. Ha ott kezdtem volna, hogy a nyíren nagyon szigorú és mérges a penzionált kapitány, és főként ballábával kelt fel azon a napon, amikor azelőtt sok-sok esztendőkkel egy apró, mélácska fiút röpített a végtelen fehér országúton egy könnyű szánkó, akkor már kevés meghallgatni valójuk volna önöknek. De közbejött a török falvi pap. Korán, szép téli hajnalon indultunk János bácsival. A két deres igen gangos járású volt, és úgy csilingeltek a csörgők és a csengők, hogy János bácsi a legnagyobb megelégedéssel ült a bakon. Elmaradt az iskola a téli homályban, a professzor urak házai, amik a templom környékén sorakoztak, még csendesen aludtak a hajnalban. János bácsinak megmutogattam, hogy hol lakik fertő tanár úr, aki a latinból buktatott meg. Nem különben az is, hogy hol lakik a matematika professzora, aki szintén szekundát adott. János bácsi felkapta deres fejét, és az ostorral megfenyegette a zöld házakat. Majd a gangos lépésű szürkékre fordította a figyelmemet, és boldog hangon mondta. Ezek a bestiák nem járnak mindig így, most azonban ők is tudják, hogy a kis gazdájukat viszik haza. Az iskola könyveimet szíjjal fűztem össze, és a lábam alá tettem őket. Jól beburkolóztam a nagy bundákba. Az ég csendesen feléledett, amikor elmaradt mögöttünk a város. Kopasz, fagyos akácok szegélyezték az országutat, amik között üveghangon zengett a szél. Mert ahogy a síkra értünk, egyszerre a pokol fenekéről előjött a csípő, süvöltő téli szél mérgelődve hajtotta fel a jegenyéken pihenő varjakat, és a fekete madarak libegve, lengve emelkedtek fel a szélben. A reggeli tájon fehér cukorköntösben látszott egy szélmalom, a messzeségben havas felhők közül bújt elő egy sápatkorong a nap. A szürkék gangosan lépkedtek, a csengők csilingeltek ünnepélyesen, azt hiszem elaludtam a meleg bundák között mert amikor felébredtem, akkor már olyan hangon beszélt velünk a szél, mint a penzionált kapitány szokott káromkodni. Zúgással és süvöltéssel volt tele a levegő, meg apró, éles üvegszilánkokhoz hasonló hóval. Látni persze nem igen lehetett. A szürkék veszettül vágtattak, szinte sötét volt. Az út szélén egy félig hóba temetett kőfeszület terjesztette felén karjait. János bácsinak havas volt a háta, és a sapkáját a tarkójára húzta. A téli szél zengve, dalolva kergetett bennünket. Eltévedtünk. A hófúvás felemelt az utakat, fák koronái látszottak a futó havon, dombok és völgyek keletkeztek a síkságon. Más helyen meg a fekete kemény föld látszott. János bácsi felfelágaskodott a bakon, és körülnézett. Valahányszor leült, mindig rettenetes káromkodások között tette azt. A szél a fejére hajtotta a subája gallériát, amire meg a széllel pörölt. A lovakat hajszólt a folyton. A két szürke hatalmas pára fellegeket fújva, nyihogva vágtatott a havon. Egyszerre nagyot zökkent a szám. Valami domboldalról futott le a mébe, az egyik szürke megcsúszott, de nem bukott el. János bácsi azonban lezuhant a bakról. A lovak lihegváltak meg. Apró kemény sás látszott a tavon. Előttünk meg zöld, csikorgó jégmező terült el, amin szeszélyes arabeszkek alakjában feküdt a hó. János visszazökkent a bakra. Égen vagyunk, dörmögte aztán ráhajtott a jégmezőre. Lassan mentünk. A lovak vigyázva emelgették a lábaikat, ekkor valami rettenetes üvöltés hangzott fel a közelben. Azóta sem hallottam olyan hangot. Tán a kutyavonításhoz hasonlított leginkább, de mégsem az, vadabb, dühösebb. A szürkék egyszerre megbolondultak, de János bácsi is. Ekkor jött a török falvi pap. Mondom, az emlékezés ködőjén keresztül látom mindezeket. A zöldes jégmezőt, az ilyet János kocsist és a remegő testű szürkéket. A havat az arcomba vagdalta a szél, mintha a halál csókolna meg. A rettenetes üvöltés a közelben hangzott. Egy négylábú lompos szörnyeteg rohant elő a sás közül. A farkas. Alföldi telek ijesztő réme, aludni nem akaró gyermekek elaltatója, a farkas rávetette magát az egyik szürkére. A nyakába harapott, és a körmeivel felhasította a szügyét. A nemes állat felhorkant, aztán megbicsaklott a két első lába, térdre bukott, a másik ló elszakította a hámot, felborítva a szánt, elvágtatott a világba. Én és János bácsi a jégre csúsztunk. A farkas, kiéhezett vén, lompos bestia volt, akkor nekünk fordult. Egyetlen szökéssel átugrotta a szánt, János bácsi subája szárnyát ragadta meg. János kibontakozott a subájából, és félreugrott. Engem felkapott, és futni kezdett. A farkas a nyomunkban. Amikor a parti bokrok közül egy fekete ruhás ember futott elő. A jégre ugrott, és nagy kiabálással közeledett felénk. Görbe, szeges pálca volt a kezében, azzal hadonászott, nem különben topogott a csizmája szeges sarkával a jégen. Egy vastag könyv volt a hón alatt, a bekecse újját felgyűrte, úgy ment a farkas elé. A bestia meghökkent és ordítva hátrált. Szökött és a körmeivel kaparta a jeget. De a fekete ruhás ember megcsóválta a szeges görbe botját, és úgy dobta azt a farkas fejéhez, hogy a bot ketté törött. A toportján erre megfordult, és keserves vonítással kullogott vissza a fagyos nádba, majd elveszett a hóesésben. A fekete ruhás ember kiabálására visszajött János bácsi vélem: Haragudott barátunk! Hova az ördögbe szaladnak?! Gyáva népség egy szál farkastól megijednek! Jöjjenek felem! Én vagyok a török falvi pap. A török falvi pap aztán kikérdezte, mi járatban vagyunk. Nekem megbarackozta a fejem, amikor kitudódott, hogy két szekunda társaságában még hazafelé majd megvigasztalt. Kisöcsém, ne búsulj! Petőfi sem volt jó tanuló. Lehetsz te még nagy ember. Kízen fogott, és menni kezdtünk. A hófúvás alább hagyott. Nyilván a török falvi pap mián, aki görbe botjával megregulázta a farkast. Szép havak esnek a nyíren, amint a levél mondja. A szegény vecsellői kéményseprő szomorúság teljes elhalálozása bizonyítja, hogy még mindig egyedül van a török falvi pap, aki nem ijed meg a farkastól.